Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai webináriumon, határon innen is túl, de az, ahogy az internet korábban szoktuk mondani, tulajdonképpen az internet már nem is nagyon jelöl ki határokat. A ma esti webinárium középpontjában a Magyar Nemzeti Galéria online tartalmai állnak, és sok szeretettel köszöntöm Sepsei Zsófiát, aki a Magyar Nemzeti Galéria Múzeum Pedagógiai Osztályának a vezetője, ma esti előadónk, és kérem, hogy tartsa meg a mai webináriumot. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ha véletlenül nem hallanak, akkor azt mindenképpen jelezzék, illetőleg majd az előadásnak a végén lesz lehetőség kérdezni. Nyugodtan a chatbe be tudják majd írni, és akkor igyekszem én is mindenre válaszolni. Kérdés, javaslat, ötlet, bármi ilyesmi, meg nagyon, nagyon fogok, meg hát a kollégáim is nagyon fogunk örülni. Miért is van szükség arra, hogy ugye ezeket az online tartalmakat bemutassuk egyáltalán? Miért is jöttek létre? Ugye egy szükséghelyzet adta, hiszen a pandémiának az időszakában bezárta a múzeum. Ugye először ez márciusban történt meg, és aztán most nemrégiben november elején is a bezárásra kényszerültünk. Most az az igazság, hogy azért erre nem számítottunk, hogy még egyszer ez meg fog történni, de hát sajnos, hogy megtörtént. Viszont azt lehet mondani, hogy most azért már sokkal jobban állunk, mint ahogyan tavasszal. Tényleg nagyon sok olyan tartalmunk van, amit remélhetőleg lehet az iskolai oktatásban is hasznosítani, illetőleg hát folyamatosan azon vagyunk, hogy ezeket még bővítsük. Hogyan is lehet rátalálni ezekre a tartalmakra, mert az az igazság, hogy nem mindig olyan könnyű. Az az igazság, hogy ezeket a mi honlapunkon, ugye ez a www.mng.hu, és ezen belül is a Digitális Múzeum fül alatt gyűjtöttük össze. Mik is vannak itt a digitális múzeumon belül? Egyrészt nagyon jó a kérdés, felmerülhet, hogy mitől lesz egy múzeum digitális. Nem annyira szeretem, nem szeretem azt se, hogy annyira, hogy online, de azt gondolom, hogy ez most egy olyan helyzet, amivel együtt kell élnünk, és azért sok lehetőség is van benne. Szóval attól digitális, most azt a konszenzust hoztuk, vagy abban vagyunk, hogy minden tartalom, ami elérhető, és amihez nem kell a múzeumba bejönni, hogy az ember mégiscsak élvezni tudja, és számítógépen, illetőleg különböző platformokon keresztül is élményt adhat. Hát ezen a digitális múzeumon belül vannak elsőként az útvonal tippjeink, amik azért izgalmasak, remélem, hogy még meg is nyitja, itt nagyon-nagyon jó, szuper, mert hogy nem kell ugye bejönni hozzájuk a múzeumban, hogy az ember mégiscsak elképzelje, hogy milyen is lehet egy-egy műalkotás, izgalmasságokat, érdekességeket tudjon róla olvasni. Ezeknek egyébként a nagy része, ezeknek a műalkotásoknak nincs is kiállítva. Tehát ezek tényleg tipikusan azok a tartalmak. Most például itt láthatjuk Színyei Merse Pál, annak a centenáriuma van, 100, illetőleg 175. És akkor itt a legfontosabb az állomásokat látjuk, és itt egy picit bele tudunk helyezkedni egy útvonalba, ami végigkísér a művésznek az életén. Tehát így néznek ki tulajdonképpen ezek az útvonaltippek. Aztán van a hangos múzeum, ami azért egy nagyon izgalmas tartalom, mert hogy itt verseket olvastunk föl, méghozzá kép és költészet találkozása, Kornis Dezsőnek az alkotásaihoz Lackfi János írt verseket, és ezeket kifejezetten a kiállításnak a képei ihlették. Mindjárt bele menjek, és remélem, hogy
meg is fogják hallgatni. Ugye ezt azt gondolom, hogy ez itt az egészen kicsik számára is élvezhető tartalmakat találunk. Miska jóba, Miska kulcsemberke. Talán ez az egyik legjobb. Lacki János, kulcsemberke. Mi az a kulcs? Mi az a kulcs? Kis vasdarab tulajdonképp. Rábízzuk mégis a házat, nem is egyet, hanem százat. Mi az a kulcs, ki nem tudja, nyitja, csukja, nyitja, csukja. Mindenkinek a zsebében, ott csilingel, kérem szépen. Mi az a kulcs? Pigemberke, ugrik a zárszerkezetbe, a fejében luk van furva, mert azt a szél cifrán fújja. Mi az a kulcs? Egy szökevény, túljár mindenkinek eszén, ha elveszedbe nem megyünk, hogy aludjunk, igyunk, együnk. Mi az a kulcs? Mint egy álom, túljár hetet hét határon, megszökött az eszem adta, szerelmes lett a lakadba. Na hát ezek ilyen nagyon rövid, általában egy percen belüli kis versikék. Tehát azt gondolom, hogy tényleg így jól szórakoztatni is, vagy hát izgalmas feladatokat is lehet hozzá találni, amire használhatóak. Aztán ugyanitt tartalom még filmek és videók, amelyek kulisszatitkok, interjúk, illetőleg tárlatvezetések. Hát ez az a rész, ami most folyamatosan bővül, és ezt az irányt próbáljuk még tovább vinni, illetőleg az audioguide, aminek a tartalmait, ezt most meg lehet hallgatni, tehát az összeset, ami föl van mondva, azt elérhetővé tettük. Nyilvánvalóan itt ebben ugye az az izgalmas, hogy nem olvasni kell, hanem ugye egy hanganyag, az mindig vonzóbb, mint hogyha el kell olvasni. Aztán a játsz és alkos számunkra nagyon kedves fül. Itt most ugye legújabb kiállításunkhoz, a Sean Scully-hoz színezők készültek, ahol ugye teljes egészében újra alkothatják a gyerekek Sean Scully-nak a világát. Ehhez egyébként majd meg lesz a kiállításnak a digitális változata is, vagyis hát, hogy nem a teljes, de néhány részlet, és akkor ebben vagy virtuálisan is, és akkor még több inspirációt kaphatunk. Illetőleg itt kaptak helyet a kvízek, amik hat festménnyel a világ körül, a megörökített mozdulat is. Itt hat festménnyel a világ körül, ugye ez azért jó, mert ugye önmagunkat is tudjuk ellenőrizni, és viszonylag egyszerű kvízekről van szó, mindjárt el is indulunk. Tehát elég könnyű kérdések vannak. Utunkat abban az európai városban kezdjük, a Ripőróna József, a képfestője több mint 15 éven át élt és dolgozott. Szinte halljuk a városi nyüzsgést, melyik főváros jelenik meg Ripőróna úgynevezett kukoricás korszakában megfestett képén, és ugye itt egy a Place de l'Observatoire, ugye még itt van az is a képnek a címe, elég sokat segít. Itt ugye bejelöljük, hogy akkor ugye Párizs, és mehetünk a következőre, ahol azért megtudunk elég sok mindent a képről, de mivel foglalkoznak a kép szereplői, tehát ez is olyan, amit könnyedén minden fajta előtanulmány nélkül meg tudunk oldani, és azt gondolom, hogy tényleg izgalmas feladatként be lehet illeszteni. Aztán van a madárka kereső, keressük ugye a Ripőrónainak a madara van különböző festményeken, is megmutatom egy kisebbeknek, de egyébként még felnőtteknek is egy jó szórakozás lehet, mert nem olyan egyszerű ám megkeresni. Itt. Remélem megvan mindenkinek. Itt várjunk, hogy van. És akkor...
akkor följön egy PDF, amiben meg tudjuk ezeket keresni. Ugye itt a kis madárka, az nem is volt olyan nehéz. Itt a szöcske mellett. Megvan mindenkinek? Itt van ez a kis madárka. Van még egyet mutatok, hogy egy picit szórakozzunk is. Ugye ez egyébként ez egy kifejezetten nehéz. De azért megmutatom, hogy itt van a kis madárka. Szóval ilyet, ezzel is el lehet tölteni az időt, és azt gondolom, hogy ilyen izgalmas áthangoló, vagy egyáltalán egy kis kikapcsoló feladatnak tökéletes. És aztán menjünk még az online sulit egy picit, majd azt is megmutatom, de most menjünk a művészet szeretembe. Milyen is az a művészet, amikor szeretem. De itt van ami új tartalom, és mondjuk igazából fontos és izgalmas, az a galéria mese. Méghozzá a galéria mese azért újszerű, mert hogy a Magyar Nemzeti Galériának az alkotásait alapul véve az egyik kolléganőm írt egy mesét, ez az Áron és az aranymadárnak a története, és az egyik grafikusunk illusztrálta. Úgyhogy ez már összességében is egy ilyen összművészeti alkotás, mert hogy hát maga a mese is nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy mindjárt felrakom nagyobb képernyőre, és akkor meg tudják nézni. Mindenféle. Itt is van, Áron és az aranymadár, az a címe, Kós Nikolett kolléganőm írta, és Fehér Zsanett, aki pedig illusztrálta a Magyar Nemzeti Galériának a műveit felhasználva. Nagyon klasszikus meséről van egyébként szó. Egyszer volt, hol nem volt, egyszer egy nagy ország, az országot messze földön híres király uralta. Mesém azonban most mégsem róla szól, hanem egy fiúról, aki egy kis faluban élt, távol a király udvarától. Tehát alapvetően a klasszikus meseszövést fogja hozni, és láthatják, hogy itt a Magyar Nemzeti Galériának a műalkotásai jelennek meg. Ugye az illusztráció az belemegy, tehát hogy nem átrajzolja, hanem rajta van, kiegészíti, tehát ilyen kiegészíti illusztrációnak nevezzük, és így megy végig, ismertebb és kevésbé ismert alkotásokon. Ugye ezek egy része az állandó kiállításon is szerepel, egy része nem, és itt van vége Gulácsinak az alkotásaival, vagy az alkotásával. A végén pedig egy képjegyzék az, ami segít abban, hogyha az ember szeretné pontosan megnézni, hogy melyik alkotások kerültek felhasználásra. Tehát azt gondolom, hogy egy jól használható segédanyag ez. Mindenképpen fontos, hogy visszamegyek, és egy jó ötletet is adhat az ember, hogyha a festményekből kiindulva kezd el mesélni, és úgy próbál meg valamilyen történetet kitalálni. Én mostanában nagyon sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy a kisfiam mondja, hogy mama, mesélj még valamit, és már egyszerűen nincsen ötletem, és ezért egy-egy festmény magam elé képzelek, és abból szoktam mesélni. És nagyon, nagyon jól sikerül, úgyhogy ez egy ilyen jó játék is az embernek a fantáziáját. És akkor most rátérhetünk, ugye, ami tartalma kifejezetten ugye az iskolai, vagy az oktatásra készültek el, ha nem is csak is kizárólag, de van benne olyan rész, amit dedikáltan az osztálytermi foglalkozásokhoz, vagy egyáltalán az oktatáshoz találtunk ki. A majális digitálisan Szinyei Merse Pálnak a jól ismert majális című alkotását látjuk itt. Van hozzá zene is, de azt úgy látszik, most ezt nem tudtam megosztani.
Minden esetre, ugye ezt itt az intróban is lehet látni, hogy nagyon-nagyon közelről vannak készültek el ezek a felvételek, úgyhogy tényleg ilyen egészen apró részletekbe menően tudjuk nézni, és ugye egy ilyen effekt segítségével még ugye ki is jönnek a szereplők. Itt látjuk, hogy egy általános leírást, ide fölmegyek, és akkor lehet látni, tehát van egy általános bevezető, aztán a történelmi háttér magáról a művészről, Szinyei Merse Pálról, a kép története, kompozíció és szimbolika látható. Ugye itt minden esetben egy picit részletesebbre van véve, ugye a mű elemzése, kiket ábrázol a festmény, és aztán van egy oktatás rész, ahol még ugye az ilyen apró részletekre fölhívja a figyelmet, illetőleg meg is magyarázza, hogy kik azok, akiket láthatunk, és ilyen érdekességek inkább egy picit nem annyira hétköznapi részletek vannak kiemelve, és ehhez kapcsolódva pedig kérdéseket fogalmaztunk meg, amelyek ugye teljesen máshonnan közelítenek ennek a festménynek a tartalmához, tehát nem a jól ismert módon, hogy kik ezek a szereplők, vagy mit csinálnak, vagy ki volt Szinyei Merse Pál, hanem ugye egy egészen újfajta nézőpontba próbáltuk mindezt helyezni, ugye hogyan alakulnak ki az ünnepek, mi a szerepük, tehát egy picit a hétköznapiságába beemelni ezt a festményt. A másik pedig ugye ez a közpark, ugye a nagyváros és a parkoknak a kapcsolata, tehát olyan témák, amik a mai gyerekek számára is abszolút ismerősek és gondolatébresztőek lehetnek. Aztán pedig ugye egy kicsit a múzeum pedagógiájáról próbáltunk írni ennek a festménynek, hogy egyrészt, amikor mi dolgozunk ezzel a festménnyel, ezzel a képpel benne a múzeumban, akkor milyen megnyilvánulások vannak, illetőleg, hogy milyen is az a helyzet, hogy miért, például miért szeretik a gyerekek. Ugye általában azért nagyon, nagyon szeretik ezt a festményt, mert ugye színes és nagyon szép, és hát, hogy nagy méretű is, ez még inkább, tehát ezek mind-mind ugye szoktak nekik tetszeni. Na hát ezt próbáltuk itt a múzeum pedagógiai részben, ezekből a gyakorlatainkból, amiket mint az elmúlt évek, évtizedek során már szereztünk, egy picit visszaadni, és ezzel lehetőséget adni arra, hogy egy tantermi feldolgozásnál is ezek elő tudjanak jönni. Ugye mit lehet kipróbálni például, hogyan lehet a különböző színekkel játszani, vagy hogy ki melyikük lehet színei. Most egy kérdést felteszek, remélem, hogy majd lesz rá válasz. Azért nem hallottak neki kapcsolatban. De van ilyen hangon köztek. Szóval ténylegesen ott érezhetjük magunkat. Na, gyorsan felteszem ezt a kérdést, hogy mit gondolnak, hogy melyikük lehet színei az alakok közül. Ha csetbe beírják, az jó, akkor én azt, ha nem is látom most, mert nem merek elmenni, nem, de majd beolvassák nekem. Szóval melyikük lehet színei? Milyen színű nadrágban van? Több válasz is érkezik. Na. Aki ül... Aki ül, várjunk, a kalapos, rá a kalapos, igen. Aztán aki a virágot szedi, ez ugyanaz. Igen. Aztán még egy jön a kalaposra.
aki a pezsgőért nyúl. Aha, igen, akkor nagyjából azt gondolja mindenki, hogy a kalapos férfi az, hát nem, ki kell, hogy ábrándítsam önöket, nem. Méghozzá az a férfi, aki a legkevésbé tűnik jól pozícionáltnak, ő itt, aki itt fekszik, ő színei mersebb áll, és hát ugye nagyon izgalmas, amit ahogyan van ő ábrázolva, most így beremmelítok amennyire tőle. Nézzék meg, mi van az ő kezében. Mi lehet az? Valaki felismeri-e? Éppen ketté töri. Csirkecombot, kenyeret. Igen, aha, csirkecomb, nagyon jó. Bizony éppen egy csirkecombot fog ő ketté törni, és hát amit ugye mutat a közönségnek, hát leginkább ugye a kritikának, az pedig itt ugye a háta, vagy hát a hátsó fele, hogy úgy mondjam. És hát ez nem véletlen, hiszen ez az a festmény, ami ugye nagyon-nagyon nem tetszik a kritikusoknak, és ugye Színyei erre megsértődik, visszavonul Jernyire a birtokára, és hogy 10 éven keresztül nem is fog festeni. De nagyon izgalmas, hogy hogyan tudta, amit itt fel is teszünk ezt a kérdést, hogy szerintetek hogyan tudta magát megfesteni. Ez tényleg egy jó kérdés, mert van egy helye az embernek hátulról, még valamennyire látja magát, de itt a tarkója részét, az sose. Tehát ugye nem tudunk úgy fordulni a tükörben. Na hát egy dupla tükör segítségével tudta magát megfesteni. Úgyhogy, na hát ilyen érdekességeket lehet ezzel egy picit a... És itt van ugye rögtön utána látjuk a választ is, valamint leendő sógornőjével, mert hogy igen, a leendő sógornője, ő pedig itt láthatjuk egyébként. Ő itt a leendő sógornője, és ezért nem véletlen, hogy nagyon hasonlítanak az arcvonásai a lila ruhás nőjével. Szóval hát ez a majálishoz kapcsolódó anyagunk. Mindjárt megpróbálok belőle kimenni. A másik, az pedig a magyar tájak, ami azért egy izgalmas kiállítás, mert hogy ez teljes egészében virtuális, tehát ezt sosem rendeztük meg, nem úgy van befotózva, hanem a műtárgyak vannak kiválasztva, és ezért egy virtuális térben valósult meg. Itt lehet egyébként a különböző termekben ide-oda menni, járkálni, kelni, és aztán, hogyha az ember bemegy egy terembe, itt most ezt a falu és a várost választottam ki, ahol is, itt van, látjuk, Nagybánya látképe, nem mindegyiknél, majd mindjárt nézem, hogy melyik az, ami, ugye van egy leírás, illetőleg hát rá lehet menni nagyba magára a festményre, és mindjárt keresem, hogy melyik az, amihez itt ennél szerintem biztosan van a Székelyvásárnál. Nem mindegyik festményhez, de nagyjából a 80%-ához van külön oktatás menüpont, ahol is egyrészt van egy külön cikk, vagy szócikk, ami a magyar nyelv és irodalom, illetőleg a történelem tanórákhoz kapcsolódik, feladat irodalom és történelem órára, illetőleg a vizuális kultúra tanórához pedig egy kérdés alapú megfigyelési szempontrendszert készítettünk el. Ennek az a lényege, hogy egyrészt ez a figyeld meg, hogy önállóan tudják egyébként ezeket megcsinálni, tehát ez lehet otthon, házi feladatként kiadva, vagy pedig ugye egy mostani oktatási formában pedig egy feladat, amit az órán végeznek el. Ugye figyeld meg, mozgalmas képet látsz, mivel éri el a festő ezt a hatást, elsősorban a színekre figyelj, aztán a gondoltad volna. Ugye itt mindig egy
egy izgalmas dolgot írunk le, egy olyan tényt, ami kicsit túlmutat azon, amit erről a festményről ugye elsőként, hát egy Abba-Novák Vilmos Székelyvásár nyilván nem sokan fogják ismerni, de ahogyan írjuk is, hogy még a korabeli Magyarországon kevésbé értékelték Abba-Novák Vilmos festészetét, addig külföldön több elismerésben is részesült, a díjakon kívül Pablo Picasso barbár zseninek nevezte. Aztán, hogy ugye egy tudtad, és a néz utána, ez pedig azért szeretjük ezt a feladatot, mert egy picit annak a lehetőségét adja, hogy az interneten bárki tovább utána nézzen plusz információknak. Úgyhogy itt ezt tulajdonképpen mindegyik részt be lehet barangolni, és meg lehet nézni. A jövő héttől kezdődően pedig ebben a kiállításban is indítunk online tárlatvezetést, amire lehet majd jelentkezni, és akkor ugye múzeumpedagógusnak a segítségével megy végig tulajdonképpen mint egy igazi tárlatvezetés, csak éppenséggel ebben a virtuális térben lesz majd megtartva. Nyilván ennek majd egy picit erről majd beszélek, hogy ezek az online tárlatvezetésnek mi a nehézsége, ugyanúgy, mint egy ilyen előadásnak is, hogy az embernek nincs közben visszajelzése, hanem ül egy gép előtt, és valójában mondja, amit szeretne, de hogy ez most ennyire tetszik, vagy nem tetszik, vagy hogy éppen mi rá a reakció arról, az abszolút nem tudja. És nyilván diákoknál még nehezebb. Én tartottam mostanában néhány ilyen online tárlatvezetést, és borzasztó nehéz volt bármilyen reakciót kicsikarni a diákokból. Én azért azt szeretem, hogyha látom a kamerákat, de hát elég nehéz őket rávenni arra, hogy bekapcsolják. A másik ilyen virtuális kiállításunk a Munkácsitól Mennyánszkig, ezt már egy alkalommal itt bemutattam, hanem is pont ennek a programnak a keretében. Itt is ugye úgy néznek ki a tartalmak, hogy mindenhol van egy oktatás fül. És az oktatás fül az egy speciális tartalmat mutat be. Itt majd szeretnénk, most ezt rajta vagyunk, hogy ezeket egy picit változtassuk, és ezeket is ilyen kérdés alapúvá tegyük, mert ha bár ebben is van azért elég sok kérdés, de mégis az előző struktúrája alapján ez a figyeld meg, nézz utána, gondold át, és hogy egy picit még hasonlítsd össze, én még azt is nagyon szeretem, majd lesz, majd mutatok olyat, ahol már úgy van megcsinálva, hasonlítsd össze, mert ugye ki lehet használni azt, hogy adott esetben egy köpülő asszonyt össze tud hasonlítani egy Courbet festménnyel, és mindehhez nem kell elmennie Franciaországba, hanem egész egyszerűen csak az interneten beírja, és nagyon nagy könnyebbséget jelent mindez. Ugye itt látjuk azt, hogy ugye Munkácsi, és aztán a többi részben is lehet menni, nem csak Munkácsi festményekkel találkozunk, hanem a többi teremben egészen a századnak a végéig felsorokozik, ugye Fényes, Mennyánszky, nak az alkotásai is. Tehát itt aztán tényleg nagyon sokféle témához találunk kiinduló pontot. Itt például Fényes Adolfnak az Anya című festménye, ami ugye a század előnek az a mély szegénységben élők helyzetét jól mutatja. Tökéletes szerintem arra, hogy felvezessen egy ilyen jellegű témát, ami ugye a mai napig is meghatározó,
és az, ahogyan átöleli, az a végtelen gyengétség, ugyanakkor pedig látjuk azt, hogy mezítlábban nincs semmije sincs ennek az asszonynak, csak a szeretet, ami árad ebből a festményből, tehát ennek a kettősségét zseniálisan kifejezi, és szinte azt kell mondjam, hogy jobban, mint egy fotó. De több van ebben a műben, többet tud visszaadni. Itt is mindenhol ugye, találkozunk az oktatással részhez. Itt is azért van, ugye nézd meg, hogyan áll az alakok szociális körülményeit. Tehát, hogy próbáltunk abszolút ebbe az irányba segítséget adni, vagy gondolatébresztő kérdéseket föltenni. Igen, és mindjárt itt visszamegyünk, és van még egy tartalmunk, van ugye ez a régi magyar gyűjtemény, a magyarországi művészet 1600 és 1800 között, ugye ez most itt nálunk is megjelenik, ez a Szépművészeti Múzeumban vannak most már ezek a művek, de ezt is nagyon ajánlom, ugye mi egy intézmény vagyunk, és itt is ugye ugyanez a metódus alapján készítettük el. Itt például Bognár Nyakabbának látjuk a gyümölcscsendélek papagájjal és fehér kakadúval. Azt kell mondjam, hogy itt ugye meg a biológia órát is be lehet hozni. Tényleg ilyen nagyon izgalmas vonatkozások. És itt ezt használtuk már, tehát ez már egy frissebb tartalom, ez a figyeld meg, hasonlítsd össze, Bogdány műveinek többsége Hollandiában és Angliában található, keres néhányat az interneten, és próbáld meg összeírni az azonosságokat. Tehát tényleg olyan feladatok vannak már itt, amelyek ezt a kicsit globálisabb gondolkodásmódot feltételezik. De itt láthatják is, ugye, hogy a Szép Művészeti Múzeumban járunk. Még egy anyagunk van, ez a remek művek az oktatásban. Itt pedig 10 a Szépművészeti Múzeum, illetőleg a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében egy kivétellel, mert ugye a honfoglalás, Munkácsinak a honfoglalása az az Országházban van, tehát az nem látható, de egyébként a többi azok a Rákóczi Mányokinak a második Rákóczi Ferenc a Szépművészeti Múzeumban, a többi pedig nálunk a Magyar Nemzeti Galériában látható. Ugye itt most ezt a történelmi festményt emelem ki, mert nyilvánvalóan ugye az egy mindenki számára ismert illusztrációként, én mindig azt mondom, hogy lehet ezt úgy is, hogy ebből kiindulva, próbáljuk egyrészt bemutatni magát a történelmi eseményt, de hogy azért még jobban lehet ezt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utáni időszakot ezzel példázni, hogy mik is azok az eszmék, amik fontossá válnak. Ugye itt egy kicsit le van írva maga a történet, ugye a történelmi háttér, térképpel, az mindenféle illusztrációkkal, a képnek a kompozíciója, a szimbolikája. Tehát ezek egyfelől nyilván a rajzvizuális kultúra tanításban is jó alkalmasak, de én még azt mondom, hogy érdemes azért ezzel kiegészíteni a 19. századi történelem oktatást is, mert hogy sokkal könnyebben megjegyzik ám a gyerekek. Itt ugye van a kvázi a jelenkori története, és mindjárt belemegyek. Itt ugye a vizuális kultúrához. Van egy részlet, ami ténylegesen a kompozícióra, a színhasználatra, a ábrázolásmódra van a hangsúly, és van a történelem és magyar irodalom.
ahol pedig különböző feladatokat adunk, illetőleg hát olyan kérdéseket vetünk föl, amelyekkel ezek a festmények feldolgozhatóak, és tantárgyi kontextusba illeszthetőek. Hát körülbelül ezek voltak azok a tartalmak, amik jelenleg a honlapunkon elérhetőek, amivel még készülünk, és még nem készültek el, de már az utolsó simítások vannak rajtuk, ezek interaktív feladatlapok. Az egyik az aranybaladákhoz kapcsolódik, ami az irodalom és a képzőművészet összekapcsolását mutatja be. A másik a történelmi festészetet, a kép és versus szöveg címet kapta, hogy mit kíván a magyar nemzet, tehát a reformkor és aztán ugye a történelmi festészet, ez is egy ilyen interaktív PDF, egy teljes egészében már a NAT-hoz csatlakoznak, és hát azok alapján íródtak, és egy harmadik, az pedig a nyugat első nemzedéke, tehát irodalom és képzőművészetnek az összekapcsolását mutatják be. Ahogy azt már említettem is, jövő héten kezdjük el az online tárlatvezetéseket. Ezek egyelőre még tárlatvezetések, tehát nem múzeumpedagógiai foglalkozásokként lesznek elérhetőek. Én azért nagyon bízom abban, hogy nem sokára ki tudunk nyitni, és újra a látogatókat várhatjuk, elsősorban a diákokat, mert azért a művekkel való kontaktust és személyes találkozást azt semmi nem tudja pótolni. És még ami újdonság, és amit most indítunk el február-márciusban, az pedig egy képzés, egy pedagógus továbbképzés, 30 órás, ha 3 képzési nap online, és egy pedig, hát minden reményünk szerint a helyszínen, a galériában, és annak az lesz a fő, vagy hát a címe is, arról szól, hogy múzeumi gyűjteményeket hogyan lehet használni az oktatásban, de elsősorban a 19. századi történelem és magyar irodalom tanít, magyar nyelv és irodalom tanításában, hogyan lehet ezeket a tartalmakat iskolai környezetben felhasználni. Tehát erre próbálunk majd meg módszertant és különböző példákat adni. Amit még mutatnék, mert hogy, és ez lesz ennek a képzésnek is a célja, de hogy ezek vannak, ugye még a honlapon nem elfelejthető, hogy ugye itt vannak a gyűjtemények, ez azt jelenti a gyűjtemény és a kiállítás közötti fő különbség, hogy a kiállítás az, ami látható, tehát hogy azok kim vannak, tehát ugye az állandó és az időszaki kiállítások, a gyűjtemény az pedig az, amelyik az egész műtárgyállományt érinti, és abból a gyűjteményből választják ki aztán a darabokat, amik a kiállításokra kerülnek. Tehát, hogy ez a fő különbség. És itt, ez alatt a kis fül alatt pedig találjuk a gyűjtemény böngészőnket. Csak ha beírja az ember, mondjuk történelmi festészet, ki tudja, mit fog kidobni, most én sem tudom, de hát, ha jó sok mindent, történelmi festészet, akkor azért elég sok mindent ki fog nekünk adni. Ugye a Hunyadi László siratását, Titus Diadalit Rómában, Hunyadi László siratását még egyszer, vannak azért hiányosságai, de a kiállításoknál is, tehát látjuk, hogy az archívumban is tud keresni. Az lenne egy jó dolog, és hát most nyilván az mennyire mondjuk, hogyha beírja az ember, hogy ipari forradalom, akkor mit talál meg? Nagyon kevés dolgot, sajnos, de ettől függetlenül, igen, sajnos így nem is talál meg semmit, de mindenképpen érdemes
Igen, így nem fog semmit sem megtalálni. Hogyha egy picit, majd ha ezen a képzésen részt vesznek esetleg, vagy hogyha ilyen szemmel nézik meg egyáltalán a festményeket itt a kiállításoknál, vagy a gyűjteménynél, tulajdonképpen a műtárgyainknak a 60% az fönn van, tehát azt meg lehet nézni, ilyen-olyan formában, de elérhető, mondjuk azt mondjuk, hogy 19. század, és akkor szerintem már sok mindent ki fog dobni. Igen, itt látjuk azért a busuló juhásztól kezdve mindenféle megvan. Akkor ez alapján, a fogalom alapján is azért lehet jól keresni, és használni ezeket a műtárgyakat, amik itt nagy felbontásban megtalálhatóak. És akkor most jöjjenek a kérdések. Mert én is megpróbálok itt visszamenni erre a felületre. Köszönjük szépen! Mondom a kérdést, ami a chatben található, és egyben biztatom arra a kollégákat, hogy kérdezzenek bátran. Tehát egy negyedikes csoportnak mivel lehetne kezdeni a múzeumba való bevezetést? Online, vagy pedig el is jönnének? Most ez a kérdés. Szerintem próbáljuk meg a mindkettőt. Jó. Egyelőre online. Ja, online, aha. Hát van egy foglalkozásunk, ami kifejezetten ennek a korosztálynak szól, ez a Hősök, királyok, csaták, amiben benne van ugye, egyrészt a Mátyás, akkor az egrinők, vagy megkeresztelése, tehát azok a festmények, amelyekkel biztos, hogy már találkozott, és Dugovics Titus, tehát ezek az ikonikus főművek, de mindezt egy olyan környezetbe, amely tényleg a hősöket, a királyokat állítja a középpontba, és a királynőket, tehát a lányok ugyanúgy szokták élvezni, a kislányok, úgyhogy én ezt javaslom. Köszönjük. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ha valakinek kérdése van a pedagógus kollégák közül, esetleg valamelyik tartalommal kapcsolatban, akkor hogyan találhat meg titeket? Fönt van remélem, hogy fönt van most. Jó is, hogy mondod, mert mintha nem lennénk itt sehol se. Igen, most nem talál meg minket sehogy, se le lett szedve a látogatás, és azáltal pedig a múzeum pedagógia, úgyhogy ezt nagyon jó, hogy mondod, mert most nem talál minket sehol se. Most azt tudom mondani, hogy a honlapunkon van egy ilyen, hogy csoportos látogatók alul, és ott lehet megtalálni. Tehát ott fog tudni minket. Van egy telefonszámunk, amit lehet hívni. De egyébként pedig a múzeumpedagógia@mng.hu az a biztos, ott azt folyamatosan nézzük. Köszönöm szépen. Illetve erről a továbbképzésről, amiről esett szó, erről van-e már valami írásos, vagy egy weboldal, amit lehet? Nem, nincs. Most indítottuk el az akkreditációját, úgyhogy egy pályázat keretében valósítjuk meg. Úgyhogy ezért aztán ingyenes is lesz az első két alkalom, úgyhogy nagyon promózom, hogy jöjjenek, de még ezért még nincsen. Igen, ingyenes lesz, igen. Úgyhogy ha amint meg lesz, akkor fogok szólni, és akkor mindenkit várunk. Vírus ellenére, dacára. Kedves kollégák, vannak-e még kérdések? Illetve jelzem, hogy a chatben én már
betettem azt a végletgyűjteményt, amit itt közben az előadás alatt készítettem, az összes bemutatott tartalmat külön linkként is meg lehet ott találni, hogyha valaki újra rákattintana, belenézne, kicsit tanulmányozna, ajánlom, mert rengeteg, nagyon nagy mélysége van ezeknek a bemutatott online tartalmaknak, úgyhogy ezt majd a közé is fogom tenni, de itt is elérhető a csetben. Most bocsánat, csak még egy mondat, hogy mivel lehetne kezdeni a negyedikes csoportot, mert most csak hogy online. Én lehet, hogy én nagyon egyszerűen ezt a keresd a madarat azzal kezdeném, vagy a mesét olvasnám föl. Tehát, hogy nem, mivel hogy azt gondolom, én az online foglalkozásnak nem látom teljes egészében, hogy az működőképes, de hogyha egy ilyen nagyon, nagyon egyszerűsítjük, és tényleg csak legyen egy élményszerű, jó kapcsolata a múzeummal, ami most a honlap, akkor azt mondanám, hogy a mesét olvasnám el, illetve egy játékot, egy kvízt, vagy azt a keresd a madarat, azt játszhatnám velük. Bocsánat még ezt a kiegészítést. Köszönjük szépen, ez hasznos kiegészítés volt, és amennyiben nincsen több kérdés, én nagyon megköszönöm az előadást Csepsei Zsófiának, és a figyelmet a kollégáknak,